A 2012-es őszbak vadászati szezon április 15-ével vette kezdetét. A sikeres és komfortos vadászatunk felkészüléséhez nem csak lövészeti és lexikális tudásunkra lehet szükségünk egy cserkelés vagy lesvadászat alkalmával. A vadászathoz kötelező és bizonyos szituációkban elengedhetetlen felszerelések bemutatására Simonyi Ottót hívtuk segítségül. A ruházat megválasztása megkönnyíti a vadászatunkat. Mi szükséges? Gyakorlatilag cserkelőbakancs, hozzávaló nadrág, megfelelő oldalzsebekkel és első zsebekkel, lehetőleg olyan, hogy az esőt állja, illetve a belső része száraz maradjon, amennyiben megáznánk, vagy a harmat átáztatná felszerelésünket. Egy kényelmes ing lehetővé teszi a könnyed mozgást, a fegyver és az egyéb eszközöknek a nagyon jó, kényelmes elhelyezését, illetve magát a feelinget, hogy jól érezzük magunkat vadászat közben. Emellett az időjárásnak megfelelően választhatunk mellényt. A mellénynél nagyon fontos megfelelő mérettel rendelkezzen, kényelmes legyen, akár egy pulóvert alá tudjuk venni, amennyire szükséges. Rendelkezzen nagy zsebekkel, kívül és belül, legyen rögzíthető, úgy, hogy ne essen ki felszerelési tárgyunk belőle, igazolványunk, kívül és belül hozzáférhető legyen. Mindenképpen szükséges, hogy kényelmesen be tudjunk nyúlni a zsebbe, mert a rejtett hátsó zsebek nagyon jók, de csak akkor, ha levesszük a mellényt. A mellényen célszerű, ha van olyan kialakítás, ami a lövést, akár jobb, akár balvállas lövést segíti, emellett elossza a vállunkat ért terhelést. Ha a mellény számunkra nem elég, akkor célszerű a kabát használata. Amikor is szintén olyan kabátot célszerű használunk, ami ellenáll a szélnek, és lehetőleg kisebb csapadékmennyiséget sem ereszt át. Nem árt néha sapkát viselnünk. Viszont egyet ne felejtsünk el. Ha távcsővel dolgozunk, akár figyelő, akár puskatávcsővel, akkor ennél van egy célszerű viselet, mert különben nem látunk bele a saját távcsőünkbe. Utána, ha divatozunk, visszafordíthatjuk a sapkát. Az őszbakvadászat egyik fontos eleme, sok esetben célzobotról kell lőnünk. Ez nagyon nehéz és vadászias lövés eredményez, mivel a célzobotról gyakorlatilag egy ponton feltámasztott fegyverrel kell lövést leadnunk. Ha két pontos, akkor azt már csak a kísérőn tudja kinyitni, mert az egy kézzel nem kezelhető. Ebben a dombondalban ez a bot tökéletesen használható, mert tudom bármilyen szögben állítani, dönteni, kihúzni a lábát, kiereszteni, és a botot a terepnek megfelelően stabilizálni. Így egy kézzel is nyugodtan lehet eredményesen végrehajtani a lövést. Ami fontos számunkra, az előadja támasztjuk fel, hozzáveszünk a bothoz a magasságunkat, a domboldal ugye nem kedvez, és ebben a helyzetben rögzítjük a botot, kezünkkel a fegyvert, és másik kezünkkel pedig a vállunkba húzzuk a fegyvert, és felkészülünk a sütésre, amennyiben az lehetséges. Amennyiben alacsony a pozícióból kell lőnünk, ugyanez használható, és jól látszik, hogy a bot bármely szögben hozzá dönthető a terephez, illetve a feladathoz. Ha valaki szeret alacsonyról lőni, és még le is térdel hozzá, ebből a pozícióból nagyon stabilan tud fegyvert használni, mert a térde hátsó része mind a talajon van, gyakorlatilag szinte két pontos megtámasztásnak számít.